Matyó zenével alapozták meg a hangulatot a Bródy Sándor könyvtárban, ahol bemutatták Sziki Károly legújabb könyvét. Az interjú kötet a Ketté tört kenyér címet kapta, és a romániai Dója települést, valamint annak történelmét mutatja be. Az író elmondta, a könyv felkérésre készült. Szívesen vállaltam, mert olyan dolgokat írok, amik nem kommerszek, és így ilyen módon Dója történetét megismerni, amely egy negyedik Matyó falu. Van Szent István, Mezőkövesd és Tard, és ez a negyedik Matyó falu keletkezésének és az ő életben maradások történetét írtam meg interjúkötet formában. Az alkotás ötletgazdája Kovács István, Mezőkövesden élő Matyó, aki 60 év után költözött haza Ausztráliából. Az eseményen elhangzott, egy véletlen folytán szerzett tudomást a településről. Megismertem sok embert, aki jár Dójáról. Én a Dójaiakról, az égvilágról semmit nem tudtam. És kisült, hogy nekem ott rokonaim vannak. Méghozzá a nagymamámnak, az apai nagymamámnak a testvére, felesége, és annak akkor férhez ment lánya és férje, azok mentek ki a Dójára, és maradtak ott, és azóta is ott vannak. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő bemutatóra küldött leveléből kiderült, hogy ő maga is büszke Matyó származására, emellett néhány családi történetet is megosztott a közönséggel, melyeket Bodor Sarolta közvetített. Déd nagyapám szabad akaratából 1929-ben, amikor már mindenki visszafelé jött, ő akkor vándorolt ki Amerikába, ahonnan 1934-ben tért haza, keresményén pedig szőlőket vásárolt a Dolgárhegyen. Elment, és itt hagyott egy kisfiút és feleséget, nyelvet nem tudott, és fogalmam sincs, hogyan élte túl a tengeren túli létet, de egy biztos, 1934-ben hazajött annyi dollárral, hogy a Dollárhegyen szőlőterületeket tudott vásárolni. A kötet bemutatón a szerző a Dóján töltött napok történeteibe is beavatta a jelenlévőket.